És nem tudom, hogy mit csináltam ott. Olyan ijesztő belegondolni, hogy ott állok lent, az éjszaka közepén, a sötétben, egyedül, félig alszom, és nem tudom, hogy mit csináltam. Sziasztok! Lilla vagyok, és ebben a videóban szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amikor alva jártam. Ez most egy is sztori mesélős videó lesz. Remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak fogjátok találni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy veletek is történt-e már hasonló, vagy hogy láttatok-e valakit alva járni? Ha igen, akkor írjátok meg kommentben a ti sztoritokat, nagyon szívesen elolvasnám. És akkor kezdjük is el. Szóval, szerintem 13 éves voltam, amikor elmentem egy nyári táborba. Valami nekiment az ablaknak. Remélem, hogy nem lett baja valami madárkának. Szóval elmentem egy nyári táborba. Az volt a neve, hogy Csillagfény-kaland tábor. Nagyon izgalmasan hangzott. Jöttek páran a Suliból és más iskolákból is voltak gyerekek. Elég sokan voltunk. Már nem is emlékszem pontosan, hogy hol volt ez, valahol Magyarország észak-keleti részén. Azt tudom, hogy mentünk túrázni a hegyekbe, meg voltunk az Akteleki Cseppkőbarlangban. Na onnan csak arra emlékszem, hogy nagyon hideg volt bent, mert a tábor nyáron volt, szóval kint jó idő volt, de a barlangban nagyon hideg volt. <laughs> És ez szerintem egy olyan 5-6 napos tábor volt, nagyon sok programunk volt, nem unatkoztunk. A mi szobánkban azt hiszem, hogy hivatalosan hatan aludtunk. De éjszaka, természetesen, senki nem akart aludni, hanem átmentünk mások szobájába, és ott beszélgettünk. Már jó pár fárasztó napon túl voltunk, és nem aludtunk túl sokat. Aztán az egyik este a mi szobánkban voltunk nagyon-nagyon sokan, és ott beszélgettünk, hülyéskedtünk késő estig. Őszintén szólva nem sok mindenre emlékszem, mert ez tíz éve volt körülbelül, de a lényeg, hogy aznap is nagyon későn feküdtünk le. És emlékszem, hogy összetoltuk az ágyakat, és talán három egy személyes ágyon vagy 8-9-en aludtunk, nem tudom pontosan, de egymás hegyén, hátán aludtunk, azaz nagyon közel egymáshoz, szinte egymáson. <laughs> Jó, azért nem, de a lényeg, hogy közel. Egymás hegyén, hátán az egy kifejezés, hogy nagyon zsúfoltan, nagyon közel egymáshoz. Mert nem volt hely annyi embernek, és mielőtt folytatnám a sztorit, szeretném elmondani, hogy én mindig is jó alvó voltam. Mindig olyan 7-8 órákat aludtam, könnyen el tudtam aludni, és soha nem volt ilyen extrém nagy alvás igényem. Azaz, sosem akartam 10, 11, 12 órákat aludni, nem volt erre szükségem, de azért az a 7-8 óra nekem is kellett. És szerintem korábban soha nem volt olyan, hogy több napon keresztül nem aludtam ki magam, tehát nagyon keveset aludtam. Persze olyan volt, hogy egy éjszaka sokáig fent voltam, és nem nagyon aludtam, de akkor utána másnap kipihentem magam. Szóval ilyen nem nagyon volt, hogy tényleg több napon keresztül nem aludtam normálisan. De ebben a táborban ez történt, és Tényleg nagyon fáradt voltam, szóval szerintem ezért történhetett, ami történt. <laughs> szóval, vissza a táborba. Éjszaka felkeltem, körülnéztem, és láttam, hogy a szoba falán más minták vannak. Minden szobában valami mesefigurák voltak a falra festve, és láttam, hogy ez nem a mi szobánk, mert más mesefigurák voltak a falon. Aztán észrevettem, hogy a földön fekszem. Az egyik ágy mellett a földön voltam. Na, akkor már biztos voltam benne, hogy nem a mi szobánkban vagyok, és valami nem oké. Őszintén szólva, nagyon furcsa és ijesztő volt, mert nem tudtam, hogy hogy kerültem oda. Mindenki más aludt abban a szobában, de nem az én szobatársaim voltak. Kimentem a folyosóra, és visszamentem a mi szobánkba. Talán egy vagy két szobával volt arrébb a mi szobánk. Bementem, és láttam, hogy az a sok ember ott alszik az összetolt ágyakon. És még senki nem kelt fel, úgyhogy visszafeküdtem én is az ágyba. Bevallom őszintén, először arra gondoltam, hogy a fiúk viccből Átvittek engem a másik szobába, amíg aludtam. De mikor reggel kérdeztem a többieket, hogy mi volt ez, senki nem tudott semmiről. A mai napig nem vagyok benne száz százalékig biztos, mert én nem emlékszem, és senki más nem tudott semmiről. De valószínűleg alva jártam, és átmentem a másik szobába aludni. Ez nagyon furcsa, mert én nem ismertem senkit abban a másik szobában, szóval nem értem, hogy miért jutott ilyen eszembe. Olyan ijesztő volt belegondolni, hogy alva jártam és valamit úgy csináltam, hogy utána nem emlékeztem rá, de tényleg annyira fáradt voltam, hogy elképzelhető, hogy ez történt. A tábor után hazajöttem, rendesen kipihentem magam, és nem volt utána probléma. De aztán pár hónappal később újra megtörtént. Annó jártam táncolni, Három évig sótáncoltam, táncoltam, és néha jártunk versenyekre. És az egyik verseny után, amikor megint napokig nem aludtam rendesen, nagyon fáradtan értem haza, és utána éjszaka megint alva jártam. Én reggel nem emlékeztem semmire, csak a szüleim mesélték el, hogy mi történt. Anya arra kelt fel éjszaka, hogy én lementem a földszintre és felkapcsoltam a lámpát. Anya szerintem sosem alszik túl mélyen, mert nagyon könnyen felkel minden kicsi zajra, és amikor kérdezte, hogy mit csinálok, én azt mondtam, hogy fáj a szám. Nem tudom, hogy ezért miért mentem le a földszintre, és nem tudom, hogy mit csináltam ott. Olyan ijesztő belegondolni, hogy ott állok lent, az éjszaka közepén, a sötétben, egyedül, félig alszom, és nem tudom, hogy mit csináltam. De utána visszajöttem a szobámba, és visszaaludtam, és reggel nem emlékeztem semmire. De mikor reggel elmesélték ezt a szüleim, az nagyon ijesztő volt, és nagyon féltem, hogy ez újra megtörténik. Szóval egy ilyen kis csillingelő valamit, raktunk az ajtóm felé, szerintem valami karácsonyfa dísz volt, és azt raktuk az ajtóm felé, hogy ha kinyitom az ajtót, akkor csilingeljen, és a szüleim felkeljenek erre a hangra. Mert nagyon féltem, hogy újra kimegyek a szobámból, és csinálok valamit, de azóta soha nem történt ilyen, szerencsére. Remélem, hogy nem is fog. De őszintén, mostanában nem nagyon van olyan, hogy napokig nem tudok aludni valamiért. Szóval, gondolom, ez volt a probléma akkor. És amúgy olvastam, hogy a gyerekeknél ez sokkal gyakoribb. Különböző statisztikákat olvastam, szóval nem tudom, hogy melyik az igaz, de azt olvastam, hogy talán tízből egy gyerekkel ez megtörténik. Nem tudom. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen gyakori, de lehet, hogy csak nem. Tudok róla. <laughs> szóval, ha nektek is van valami alvajárós sztoritok, akkor szívesen elolvasnám a kommentekben. Remélem, hogy senkivel nem történt semmi durva, de hogyha van valami vicces vagy érdekes, akkor azt osszátok meg a kommentekben, ha szeretnétek. Remélem, hogy érdekes és hasznos volt ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, like és iratkozzatok fel a csatornámra. A videó szövegét most is megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!